fenntartónk, a Fasori Református Egyházközség kifejezetten azzal a céllal hozta létre 2008-ban, hogy református keresztény szolgálatként neveljük a gyermekeket. Itt a gyerekek olyan közeggel találkozzanak, ami védett, de amely mutat, tükröz abból is valamit, ami a világban egyébként majd vár rájuk, hogy nem vagyunk egyformák, nem vagyunk azonosak önmagában, de van egy azonos értékrendünk, azonos célunk, amiben mi élünk, ezt a nevelőink szeretnék átadni. Két kisfiunk is jár az oviba, teljesen természetesen válik a hit az életük részévé. Vannak itt olyan szülők szerintem, akik nem feltétlenül gyakorolják a vallásukat, vannak, akik meg teljesen más felekezethez tartoznak, de soha nem éreztem azt, hogy megkülönböztetnének bármilyen módon. Ez egy ilyen csodálatos kis sziget itt az óvodák világában. A keresztény értékek átadása mellett a hagyományőrzés és az innovatív szemléletmód egyaránt jellemzi a Csipkebokor Református Óvoda mindennapjait. A gazdagon felszerelt intézményben számos mozgás és készségfejlesztő eszköz áll rendelkezésre, így a gyermekek játékos módon tanulhatnak és fejlődhetnek. A gyermekeinket tudjuk a sószobai háttérrel is támogatni az egészségfejlesztés területén. Az óvodánk a Madárbarát címet, óvoda címet is viseli. Hetünknek pont a tematikája volt egy madáretetés. A kisfüggesztett narancshéjba magokat helyeztünk, és az udvaron kivittük, amikor befejeztük és elkészült. Az óvodás gyerekeink nagy része tudja, hogy ő a Juliana iskolába fog járni. Egy több célú közös igazgatású összetett intézmény vagyunk, általános iskola és óvoda egybe van. Ez egy nagyon szép folyamatosság, ami a szülőknek is biztonságot ad. Ez az az óvoda, ahol egyébként a világ végre is eljönnénk. Olyan szívvel hagyom itt a gyerekeket minden reggel a munkába indulás előtt, hogy őszinte hálát érzek, hogy ők ide járhatnak, és ezt tényleg őszintén mondom, hogy tudom, hogy a lehető legjobb helyen vannak. Csodálatos az óvis gyerekek szemét nézni, amilyen ragyogó tekintettel fogadják be az Isten dolgait. Ez meghatározó és egy életre hordozza őket. Az igazi mély kapcsolódás és megértésnek egy külön eszköze a hitben való nevelés, hiszen az Isten által közvetített elfogadás és kegyelem az olyan, amit máshonnan nem tanulhatnának meg a gyerekek.